Szép jó hajnal mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Panzerkor második részének folytatása, a Grand kampányunkkal. Lássuk, mire megyünk. Feladat, hogy foglaljuk el Hanó városát, bónusz, ha Vi városát is el tudjuk foglalni, azt hiszem így kell kiejteni. Illetve, ha 20 egységet a francia ellentámadásból is el tudunk csípni, amik valahol itt fognak bejönni. Elvileg itt Hanó városánál találkozunk, majd valahol visszahúzódnak Gembló felé. Meg persze nyilván a rengeteg zászlócskáért. No, lássuk, mire megyünk. Van némileg több erőnk. De ennyi ernyős biztosan nem kell, sőt, leginkább egyáltalán nem kellenek az ernyősök. És szerintem ők most mennek szépen pihenőre. Hogy visszajöhessenek a rendes erőink. Bedobunk két pionírt. Bedobjuk mindazon tankokat, amiket korábban nem tudtunk bedobni. Bedobjuk a másik tüzérséget, azt hiszem, mert kell, fene tudja. Két tüzérségünk van, akkor inkább járműveket kéne, felderítő járműveket kéne behozni. Ráadásul azt hiszem, ott volt egy upgrade, csak nem volt érkezésünk rá. Persze egyel drágább, tehát... nem vagyok meggyőződve. Erősebb, de ennyi, picit erősebb. Mondjuk gyalog ellen sokkal jobb, azért az a 3 pont az számít. Úgyhogy azt hiszem, most áttérünk erre az opcióra. Elköltjük azt a 3 pontot. Én mindegyiket leszettem 10-re, igen. És akkor ennyi volt gyakorlatilag az upgrade-ünk is. És mire van még itt szükségem? Jó, marad egy pötty, hát az nem sok. Van-e upgrade a bombázók terén? Nincs. Vagy? Hát van. Nagyon is van, csak nekem nincs upgrade-em már. De ezek szerint van upgrade-em még. Az meglepő. Még egy volt. Ja, hogy az egyiket nem húztam fel. Ha-ha, mindegy. Legalább van egy jobb bombázónk. Egy picit jobb bombázónk. Majd egyszer. Húzzuk a többit is, de ezek szerint azért most van mit upgrade-elni. Gyalogosba egy picit alul mentünk, de igazából valószínűleg ez egy nagy tankcsata lesz, úgyhogy az rendben van. No. Azul, ő fog lejönni ide. Hugh felé. Meg egy pionír. Egy másik pionír. Meg egy kisebb csapat majd itt elindul erre felé. Aztán két nagy tüzérség az egyértelműen megy dél felé, azzal nincs is mit cifrázni. Repülők.
itt van egy kicsit jobb reptér, itt egy sokkal jobb reptér, azt hiszem majd ez a reptér lesz a nyerő nekünk, ha meg tudjuk szerezni, tartani, stb. Mióta kezdhetsz hátrébb? Mondjuk így. Kaptunk még egy overrun hírót, azt kikapja. Ki legyen a szerencsés. Kérdés, hogy az overrun működik a repülőkön. Az egy érdekes kérdés, tényleg. Fogalmam sincs. Próbáljuk ki, hogy egyáltalán működik-e. Megkapta a jelzőt. Na, az nagyon durva ötlet viszont, az nagyon durva opció. Lássuk. Lehet, hogy lesz egy overrun-os repülőnk. Ugye itt nagyon erősek némelyik repülőnk. Abban még kisülhet valami egészen fura. Mondjuk az első körbe nem túl jó a helyzetünk. Ne, majd meglátjuk. Oké. Ez a városka üres. Az a reptér üres. Francia! Az egyébként nem is rossz az a jármű. Olyan, mint a fejlesztett. Kettő ér. Gyakorlatilag. Ugye azt érdemes lenne megcsípni. Azt hiszem. Mondom, hogy 5-öt elpusztítunk. De azért 4-et befoglalunk. És 16 lesz belőle. Ouch. Eléggé nem normális. Mondjuk a szumoát is lehetett volna elfogni. Kapott egy bónusz plecsnit, az se fog ártani rajta. Te nem érsz el, te se érsz el. Az én szumoám 3-1 arányba ütne. Tök egyforma egység és... 3 csillag! Yikes! Azt azért nem néztem, hogy 3 csillag. Az kimaradt, hogy ez egy 3 csillagos egység. Na mindegy, akkor ő itt tüzérségként fog szerepelni. Valamennyire. Már olyan valami, fél siker. Bombázó egy kicsit segítsen őket. Na most már nem olyan vészes. 10-2 az olyan vállalható eredmény. Jó.
hogy ide tud jönni. Mert akkor az a szumó az megy pihenni. Az viszont nagyon is jól fog jönni nekem az az opció, hogy ő megy pihenni. Jó. Ha jobb nincs, akkor jó. Már pedig egyelőre nincs. Egyelőre nem látok jobbat. Azt mondja, hogy tud lőni egyet. Nem, nem tudott. De azt mondta. No. Elvileg mindenki mellett ott állunk. Aztán majd kiderül. Úgy döntött, inkább nem támad. Nem is tudom, mi lehet az oka. Tizennégy-egy. Sok-sok szumó. Oké. Van hard, meg mi egyéb. Három. Oké, hogy kieszem, de négyet kapok vissza, az nem egy jó nyerő pofon. Azt kihagynám. Megmondom őszintén. Ezt megöljük. Hát akkor nincs is kérdés, hogy ez bejön ide. És akkor itt gyakran ezt az egész bandát most körbevesszük majd. A fene ütött egyet. Ütött egyet rajtunk, kellemetlen. Hát a 6-2 az nem jobb, az ugyanaz a 2. És a 2 az, amit én nem szeretnék. Na mindegy, nincs más opcióm. 24-et így is belapátolunk. Ez az oldal, ez össze van kötve. Itt van egy hely, ahol még kell egy erő. Hogy ezek itt szépen elvágva legyenek. Hmm.
illetve majd utána pótolni kell lesz, de ez most nem izgat. Mert azt pótolni tudjuk bármikor valamivel. Azt akár ilyen egyszerűen is tudjuk pótolni. Hát ezt kiszedjük csak, hogy ki legyen szedve. Az egy üres mező. Akkor ez ide jöhet. Na lássuk ezt a overrun-os repülőt. Kilenc. Persze, hogy kilenc, de hát ez van. No, lássuk, működik-e. Nem. Úgy látom, nem működik. Jó, hát ez... valószínű volt, de azért ki kellett próbálni, na. Jó, a panhardot majd körbevesszük és elfogjuk. Azzal ez a terv. A két szomorát stratégiai bombázók megsegítik. Jó, már valamennyi sérül belőlük. Gyors visszavonulás. Plusz két mozgáspont, hogyha nagyon gyenge az egység. És full erejű egységek ellen több sebzés. Kellemetlen. A másik az csak standard. A Hotchkiss meg csak annyi, hogy közepes. Közepesen hasznos valami. Jó, hát a 12-ből 6-ot azért kiütöttünk, ugye amire jönnek majd. Ha jól számolom. Hát igazából átjövünk és reménykedünk, hogy nincs ebből gubanc. Na éjszakon itt ez a sompolygó erő. Hát úgy érzem, hogy őket itt elpazaroltuk. Pedig neki kéne egy overrun, hogy befejezzük az overrun képzését, vagy öt. Mennyire gyenge volt a múltkor? Hát ezt meg kéne rendesen oldanunk, hogy haladjon. Rendszeresen elpazaroljuk. Vele igazából nem tudok semmi olyasmit tenni, ami hasznos. Jó, lejött a hegyről. Szia, paci! Au! Ez majdnem baj lett. Ez majdnem baj lett itt. K-
Kettő éred meg azt, hogy a lovasságot. Aztán sipírceljél. Aztán sipírceljél. Jó. Vissza az elzárásba, ahogy illik. Igazából te védd meg azt a repteret. Te gyere ki ide és utána ott feltöltöd magad. Ott elkezded feltölteni magad. Na megnézzük, hogy ezt a kettőben mit tudok csinálni, mennyire közel lesz ahhoz, hogy megadják a kutatot. Ez sem ennyire. Úgy érzem. Hol állunk egyébként? 6 francia egység már megvan. Hat francia az már most megvan. Ki tudnánk ütni egy 4-et, és talán a maradék megadja magát, az nem tűnik olyan hülye ösztetnek. Annál rosszabbakat is csináltunk. Látjuk. Majd meglátjuk. Ezzel elmenne ennek az akciója, már pedig ez egy hasznos támadó egység is lehetne. Valahol. Na jó, itt valami védelemszerűséget állítsunk ki. Azul, neked azért feladatod van Hugh felé eljutni, vagy V, vagy hogy kell azt említeni. Nevezni, mi egyebezni. Ja, itt bőven be van zárva, úgyhogy ez tényleg csak annyi, hogy őt is bezárjuk konkrétan. Akkor őt megettük. Ahogy azt illik. Jó, itt nagyon nem tudunk már mozogni, mert ezeket fenn kell tartani az elvágást. Ide át tudunk menni, annyi az összopcióm. Hogy egy picit közelebb legyen a fronthoz. Négy-négy érdemmel, hogy nem akarok oda bemenni. Hát, jobbat ígértél. Én meg jobbat vártam.
papíron ő el tud oda menni. Többi nem. Jó, helyes. Jó, ő elvileg oda tudna menni, de aznak nincs értelme. Belga szutyuk. No. Te mit tudsz itt tenni most? Nem sokat. De azért tudsz előrébb sompolyogni. És mivel nem támadunk, ezért a benned lévő gyógyító híró az összerakja az elveszett tankot. Abba ez a jó buli. És akkor továbbra sincsen gondunk veled. Üres. Jó. Hát akkor haladgathat. Egyenlőre. Mit csináljunk a repülőinkkel? Ó. Azt hiszem, ezen nincs is mit keresgélni. Annyi, hogy a galandot előtt áthozzuk. Másikat is lehetett volna, és akkor megkapja a bónuszt. Talán picit hatékonyabb lett volna erre, nem csak éppen harra. Te mit tudsz? Plusz 3 védekezés, csak úgy. De minden sérülésért egy védelem. Az zseniális, és gyorsan vonul ő is vissza. Franciáknak szeretik megadni ezt a bónuszt, hogy gyorsan menekülnek. Mit mondjak? Lehet, hogy nem örülnek a franciák ennek a bónusznak. Megkapják. No, ez kiesik, ebből lesz egy harcképes egység, nem hiszem, hogy azzal okoskodni akarna. Meglátjuk. Még egy gyalog. Jó, inkább elvonulnak. Négy? Nem sok az egy picit. Nagyon-nagyon nem szeretik azt az ágyút. Azért vannak páran a franciák. Hát ez nem volt egy nagy ötlet, Hocskisz. Gond az, hogy ha veled ennyit tudok tenni, hogy töltesz. Veled ennyit tudok tenni, hogy töltesz. Veled ennyit tudok tenni, hogy töltesz. Hát a Gift Sumoával szintén ennyit tudok összesen tenni, velük pedig bajban vagyunk. Mert még nincsen ez a kettő kiszedve, ugye. Hmm.
ide feloszthatjuk. Jó, akkor ezt előtte feltöltjük, mert annyival meg tudunk lépni előrébb. Mindenki frankó, csak a következő körben lesznek gondjaim. Itt lehet, hogy egyébként nem léptünk az előző körbe, de ez legyen a legkisebb bajom. Ha így alakult. Jó, azok is üresek. Ha így volt. Hát ahogy a következő körre elég gyér lesz az állapotunk még. Ja, nem tudok más tenni, ti ketté osztotok. Azért azzal a Sturmovikat egy kicsit megfogtuk. Egy megsemmisített egység az mindig jó. Még egy 12-es sumoa. Az itt a fő problémáim egyike. Hogy őnek egyáltalán nincs lőszere. Nyírővel töltet nyugodtan. Jó, ez egy 4 ingyen. Nem egy jó eredmény, de lehetne rosszabb. Sokkal rosszabb. Jó, ti csurogtok lefelé, hát azt majd valamikor random elfoglaljuk, az nem kihívás. No, hát nektek vannak itt a kérdéseitek, hogy hova merre. Neked nagyon nincs, meg kell beszélni a francia vadászokkal. A bohóckodást. Lehetne lőni a másikat, vagy inkább kivégzem azt. És úgy érzem, ha kivégzem azt, az jobb, mint mindig. Remélem azért ez a 4 pofon után azért nem annyira reménytelenül rossz a helyzet. Ez elég nagyot harapott, azt nem tagadom.
Mondjuk egy vadász maradt, meg ő annyira azért nem katasztrófa a helyzet, csak nem jó. Hát ezzel nem támadok csak azért, hogy sérülhessek. Lássuk. Szoros, azért elég kemény a francia ellentámadás. Az, hogy lassan kifújja onnan, kitúrja onnan a tankot. Hát ezt kihagytam volna, de hát szerint nem volt rá érkezésem. Jó, egy csomó azért elvonul a pofoszkodás után, mint látható. Oda-vissza tologatják az egységeket. Hát neked mindenképpen gyógyulni kell, azzal nincs mit kérdezni. Ahogy nektek is alapvetően. Hát nem egy nagy eredmény az a ágyú támadás. Jó, itt most mondom, ez a T... Aha, az a támogatás. Ez a T-13-as. Az a fő gond vele. Fel tudsz gyógyulni. No. Mi van még itt, ami szóba jöhet nekem? Mint használható erő. Hogy ennek a napjait tönkre tegyük. Oké, ez szimpatikus. Egyelőre. Mondd, hogy valamelyik ki tudja végezni. Jó, kérdés, hogy Galand le tudja szedni a röpülőt. Ez szerintem nem. Úgyhogy akkor inkább elhasználjuk Galandot, meg a másik vadászt a francia repülőkre. Ennyit ígérsz nekem, hármakat. Az ugyan nem rossz, de nem is jó. Az nem rossz, de nem is jó, azzal nem vagyok meg. Igazából ennek kellett volna oda felsompolyognia.
Jó. Tudom, hogy át lehet sakkozni. Vagy nem. Na mindegy, hát ez... Ez sajnos ez az egyesülés, ez néha olyan nagyon furán viselkedik. Hát, ha valami nem lenne teljesen jó vele. Na mindegy, ezeket lassan megcsípjük. Ők körbeértek, az is valami. Szerintem most egy töltést játszanak. És hát nagyjából jók vagyunk, azért a franciák nagy része most már eltűnt. A veszélyes franciák nagy része. Nyilván van még itt egy csomó aprólék itt-ottam ott. Ezt még egyet, amit kivontunk legalább. Meg annyit itt van még azért három nagy tank. Hát csak focskiszok, de azért az se rossz. Lassan kezdünk megoldódni. Gondoltam, hogy rástartol. Ez a baj, hogy valami mindig vannak repülőik, vadászaik. Hát te kezdesz bajba lenni. Mert hülye irányba vonultál vissza. Ez nem tudok mit tenni. Miért oda vonultál vissza? Miért oda vonultál vissza? Jó, hát egyébként akkor azt hiszem marad ez a megoldás, hogy jobb, ha ezeket használom. A gagyibakat, amikért viszont cserébe kevésbé kár. Na hát, csak el tudtunk veszíteni valamit. Csak el tudtunk veszíteni valamit. Kiszainktól. Te vagy a galand, mi? És még mindig nem tudod lelőni. Na mindegy, a másik az most már megbeszéli azzal. Most már nagyon unalmas. És akkor két fél egység van, majd valami lesz vele. Ez... miért nem tud lőni? Kire lőttem vele? Na mindegy. Szerint volt valaki, akire lőttem.
kurma vég. No, hármat ígérsz, de lefér. Megadja magát. Valaki ezt kilövi, ezt például ő. Sőt, lehet, hogy nem adja meg magát. De nem is kell. Most már muszáj lesz. Te visszahúzódsz. Sőt, igazából te itt föltöltesz. Mondhatottan nem lett sokkal jobb a helyzeted. Mondjuk az egyik hocskit megeszed. A másikat megbombázzuk. Ezt meg megnézzük közelebbről. Jó. Majdnem felértünk. Csak nem. Hát azzal az ágyúval megbeszéljük a helyzetet. Ha nem akarsz élni. Ennyi francia maradt. Ne, még van pár. No, hát azt hiszem már ezzel fogunk zárni, ezzel a körrel, ha összerakjuk a összerakni valókat. Ugye nem tud megmozdulni természetesen. Hát most az nem fog zavarni kutyát se. Megadta magát, a vége ugyanaz. Kicsit bombázzuk meg. Sőt, akkor az kivonva a forgalomból. És még van egy bombázónk. Akkor ez a Hotchkiss, ez menjen a pályán kívülre. Na hát, egy egység elvesztésével megúsztuk itt a sakkozást. Kár volt, hogy azt elbuktuk, de hát minden nem lehet meg. Na, hát innen fogjuk folytatni a maradékkal. Hát ez igazából csak befejezés lesz, ha minden igaz. Franciák nagy része kiírtva. Ide be kell majd törni, meg nyilván elsétálni Gamblóig. De az már egy másik ügy, már ennyi.